50 esztendővel ezelőtt Szabadi Mihály és Vásárhelyi László arra az elhatározásra jutottak, hogy létre kell hozni egy fesztivált, mely a feltörekvő középkategóriás együtteseknek ad bemutatkozási és fejlődési lehetőséget. Így indult a Szekszárdi Néptánc Fesztivál, nyugodtan állíthatjuk, sikertörténete. Kezükre játszott, hogy időközben megépült a Babits Művelődési Ház, ami igazi lökést adott a találkozónak. Zömmel még a Dunántúlról jöttek az együttesek, Pécsről, Kaposvárról, Zalaegerszeg, Dunaújváról, Székesfehérvár. Ezek az együttesek voltak az elsők, az később már átjöttek a kalocsaiak, szegediek is jöttek, érett a dolog. Különösen azután, hogy a ház elkészült. Ez jelentett olyan otthont, meg olyan körülményeket, hogy igazán lehetett igényes munkát végezni, akár a szervezést, akár pedig hát a színpadi lehetőséget az együttesek számára. Úgyhogy azután én úgy gondolom, úgy látom, hogy kisebb-nagyobb hullámzásokkal, de töretlenül fejlődött idáig a dolog. Idáig, ahol most gyakorlatilag az ország színe javait van. Ezek a fesztiválok számítanak. Itt megméretnek, itt rangos zsűri van. Annak idején az induláskor ilyen emberekből állt a zsűri, mint Pesovár Ernő, Mácz László, Orsa Imre, Borbé Jolán. Tehát a folklor tudomány legjobbjai ültek. Ma már egy új nemzedék ül a zsűribe is. Akik nem kevésbé jók, teszi hozzá Miska bácsi. A zsűri elnöke Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, azt szerette volna leginkább, ha jó koreográfiák mellett látja a szakma kiváló utánpótlását. Érezzek egy jó hangulatot, egy jó érzést, az amiről már említettem, az a közösségként való létezésnek a jó érzését, és hát szeretném, hogyha lennének nem néptánc elkötelezett nézők is, még akár akik most találkoznak ezzel először, és megfertőződnek. Mindig is a legjobb fesztiválok között volt. Talán van egy olyan rangsor, hogy a Zalai Kamaratánc Fesztivál az egyik legnagyobb a kamarában, és a Szolnoki Néptánc, az Alföldi, ugye a nagyon régi alapítások, hogy talán ezek a kettő, ami a legrangosabb. De ez mindig attól függ ám, hogy az alkotóknak mennyire kreatív az elméjük, milyen jók az együttesek. Tehát én már nem egyszer zsűriztem itt a Szekszárdi Fesztivál, és akkor azt mondtam, hú, hát ez volt az év legjobb fesztivál. Azt gondolom, hogy ez mindig is nagy fesztivál volt. A magyar néptáncosok életében Szolnok és Szekszárd az, amelyik ilyen két meghatározó. Az egyik az tavasszal van páratlan évben, a másik meg ősszel van páros évben. Nyilván mind a kettőnek másabb a célja, a küldetése, hiszen a Szolnoki az elsősorban színházi műveket vonultat fel a Szigeti Színházban. A Szekszárdi meg mindig az élmezőnyhöz tartozó együttesek találkozó helye volt, akik kicsikét földrajzilag Dunántúlhoz voltak közelebb, hiszen Szekszárd nekünk ilyen szempontból, bizonyos szempontból ilyen kulturális főváros is nevezhető, és itt megjelent kötelezően a Dunántúli anyag, tehát a sárközi, a mezőföldi, mindaz, ami nekünk egyébként anyanyelvi szinten kezelendő. Ez ettől egy kicsikét kilógott az összes többi fesztiválból, de mindig is pont ezért volt egy ilyen nagyon vezető helyen, mert az alkotók, Zsura, Batyú sorolhatnak, akik itt nőttek föl, és nagy műveket mutattak be. Egyrészt ezért, másrészt pedig egy nagyon fontos találkozási pont volt, együttesek közötti nagy barátságok, és azt gondolom, hogy néha még szerelmek is szövődtek. Házigazdának lenni és a megvívott rangot fenntartani nem kis kihívás. Amivel kicsit könnyebb a helyzet, hogy a források innentől rendelkezésre állnak. Volt nagyon-nagyon komoly évei, a fesztiválnak voltak évei, amikor olyan rangot vívott ki, mint legalább a Szolnoki Fesztivál, amelyik ugye máig is él, két évente rendeződik. Most a néptánc mozgalomban ez a kettő fesztivál létezik, a Szekszárdi és a Szolnoki Fesztivál. Tehát nagyon nagy
megmérettetéshez nekünk, mert hazai pályán muszáj nagyon szépen szerepelni. A Szekszárdi Néptánc Fesztivál tükre a mindenkori mozgalomnak az állapotáról természetesen, tükre, de már a kiírása is mutatja, hogy arra ösztönzi a táncegyütteseket, hogy foglalkozzanak a nyugati dialektussal. Tehát a rábaközi táncokkal, a somogyival, a sárközivel, tehát ami a nyugati dialektus tartozik, ennél még sokkal több természetesen, és hogy foglalkozzon nemzetiségi táncokkal is, mert a kiírás másik oldala az, hogy ez kiváltható nemzetiségi tánccal is. A Magyarországon élő románok, a szerbek, a szlovákok, és sorolhatnám. Tehát mindenkor mutatja ez a fesztivál, hogy milyen lendületben van a mostani néptánc mozgalom. A jubileumhoz méltó fesztivált zárta Martina. Együttesi, koreográfusi és szólótáncosi Sipos Gergő személyében díjjal zárták a találkozót, és öregbítették ezzel a saját és a Szekszárdi Néptánc Fesztivál hírnevét.